Nem. Nem, nem. Nem fogény vérzés, nem. Na mindegy. Úgy döntöttem, hogy mondjuk egy hónapig nem mondom senkinek. Úgyhogy te se plegykálj erről. Szervusz, Gudi, már vártalak. Az élet még a rideg télben is utat tör magának. A jávorszorvosok a Szarvasfélék családjának legnagyobb termetű tagjai, az évszakok váltakozása szerint vándorolnak a legkedvezőbb körül. Nem kérsz egy kávét? Nem, köszönöm. A szarvasfélére mozgékony ormányuk és hosszú bajuszuk helyettesíti, miközben az iszapos folyómederben vadásznak. Szóval nem tudom, mit csináljak. Miért nem mész el orvoshoz? Én nem megyek el orvoshoz. Ezen a kötelező tüdőszűrőn voltál már? Ilyen hülyeségeket kérdezni. Egyébként évek óta nem járok tüdőszűrésre. Nem, de akkor hogy segítsek rajtad? Nem, neked kell segíteni, az orvosnak se kell segíteni. Nem. Csak... Szóval nekem elmondom, hogy mi a gond, már ugye már 3 hete van, hogy köptem, és hát ugye ilyenkor már rohamos fogyás kell, hogyha ez valami rák, én így hallottam. De lehet, hogy nem így van. Te, most erről te mit tudsz? Nem értek hozzá, nem olvastam. Nem értek hozzá, nem... Sajnos nem tudom. Nem tudsz róla. Nem találkoztál még rákossal? Hát de, mert találkoztam, de most ez ebben a konkrét esetben nem tudom, miről van. Jaj. Nem értek hozzá. Arról, hogy én úgy tudom, hogy aki vért köp, az nagy valószínűséggel tüdőrákos. Nem biztos, mert van például a TBC, az nem ilyesmi. Nem, a TBC az nem ilyesmi, az nem. Jó, hagyjuk. Neki állt fejjel. Ha megkínáltam a sörömből, aztán olyan képet vágott, mint a citrom. Remélem, jól helyben hagytátok. Bassz meg, ilyenekre amúgy több elkényítni ezzel. Bassz meg. Ezt annyi lenne neki, amúgy. Adni kell azért, nem ezt el mit csinálni. De jó rímet, de nem kapta szart se.
Úgy látszik, hogy tényleg negatív kisugárzásom van. A fenébe. Hát igen, ez ilyen. Nehéz leplezni, hogy gondom van. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Egészségedre, Budi! Egészségemre? Hát egészségemre, jó. Legyen. Legó barátom, ha rákos lennék, nem illetlen utam ott félem ezt a dolgot, de főleg akkor, hogyha még orvos nem is látod. Tehát, ez nem így működik. Az a helyzet, hogy nem is fog látni orvos, majd a boncorvos az majd legfeljebb tényleg az. Na mindegy. Képzeld, a kiadom még mindig nem fizetek, úgyhogy pillanatilag az adósságomból dőzsölök. Sajnos irodalmi körökben az adósság az jó ismerős. Világos. Se lap, se kiadom nem fizet általában. Aha. Nem fizet. Nekem is vannak gondjaim. A irodalomból ki tud megélni. Utoljára talán Vörös Marti Mihály a Zalán futásából élt meg. Na azért Eszterházy Péter meg egy-két név azért még megél. Azt képes, hogy rákos vagy, igen jó étvágyal van. Szerény megítélésem szerint nem nézel ki rosszabb úgy, mint a múltkor. Hát a látszat csal. De hát nem nézem minden nap a köpetemet, az biztos. Tudod, strucc politikát folytatok. Persze orvosnál azóta se voltál. Minden esetre, ha jól számolom, már 4 hónapja bírom a kiképzést. Szerintem nincs is rákod. Szerintem kevesebbet kéne innod. Tudtam, hogy sohasem dohányoztál. Szerintem ez nem tüdőrák. Még azóta semmi, ugye?
Elkezdték a kártyát. Mi? Ja igen. Ez ugyan itt játszott a fiúk, és ott találtak fiúk. Nem találtak, hogy meg kell játszani. Hát igen, de hát azon kívül semmi nem volt, semmi nem volt az a meccsen. Menjél! Zavadd meg ezt a hülyét! Hát ezt bassza! Azt jól megértik egymást a... Egymást. ...pakva. Folyamatosan Gudibe, hogy áll a könyv? Hát a könyv az, az nem áll rosszul. A gond az, hogy én nekem vannak gondjaim. Micsoda? Milyen gond? Nekem vannak gondjaim. Gondjai vannak. Pedig már azért ugye lesz könyv, mert csinálom már az illusztrációkat. De már vannak elképzeléseim. De abból nem lesz semmi. Milyen, mi történt? Tüdőrákom van. Mi van? Tüdőrákom. És ez most derült ki, hogy tüdőrákod van? Nem, ez már hónapok óta van, és tudod, ez egy gyors lefolyású betegség. Hónapok óta, és most mondod nekem? Hát, most mit mondjak? De hát, az illusztrációkat nem. Akkor nem lesz semmi, és meg se csináld a könyvet. Az elején... Én megcsinálnám, de tudod, a kiadóval is gond van egyébként. És nem is akarod befejezni a könyvelet, pedig az eleje is olyan fantasztikus volt. Hogy ne akarnám befejezni, te lány? De és hogy tüdőrákos vagy, és hogy érzel? Jaj, Franci! Menjünk fel hozzá! Nyilván most nem jó erről a témáról beszélni. Hova teltem a kabátomat? Tedd csak oda, Franci. És tényleg meg akarsz halni? Jaj, így meg ezt a lány. Hogy akarnék már meghalni, nem mondj ilyet. De azt hallottam, hogy aki rákos lesz, az már lemond az életről. Nem. Hogy az lesz rákos, aki... Franci, már... a rák olyan gyors lefolyású, ígyunk arra, hogy mire ígyunk. Hát, szerintem még be tudnád fejezni a könyvedet. Jaj. A rák hát nagyon gyors lefolyású, nem érted? De lehet, hogy új erőre kapnál, hogyha megint elkezdenél írni, meg itt van a... Én is megcsinálnám az illusztrációt. Jaj, de... Olyan jó ötleteim vannak. Franci, és... Franci. Ebből nem lesz semmi, de hogyan vigasztaljalak meg, mondjad? Hát... Mondjad. Nekem kéne megvigasztalni téged. Jaj, Istenem. De én nem ilyen megvigasztalásra gondoltam. Ki tudja, lehet, hogy... Csak egy-két hónapom van hátra. Jaj.
De hát... Tudod, hogy ott van Samu. És... Nem is tudom, mi történne, hogyha köztünk bármi is megtörténne. Nem tudnék a szemébe nézni. Lehet, hogy meg se tudnál, csak... Franci, annyira csak... ellenedre lenne? Annyira? Hát, nem is az, hogy ellenemre lenne, csak hát... Én szeretem őt, és a lelkiismeret furdalásom lenne, borzasztó érzés. Szerintem megérteni. Annyi, és nem is... De nekünk nincsenek titkaink, muszáj lenne elmondanom, és mit mondanék? Hát, Franci, nem is akarok én valami nagy szerelmeskedés, csak valami pici ilyen, nem tudom, valahogy egy hozzád bújni, vagy nem tudom. És akkor úgy éreznéd, hogy újra életre kelni, hogy... Hát, esetleg... Nem tudom. Olyan drága vagy. Jaj, Istenem. De tényleg nem akarok én egy teljes, nem tudom mit, csak simogatni vagy, hogy... Vagy hogy levetkőzöl előttem, vagy... De hogyha esetleg nem mondjuk el senkinek... Ó, Franci... Milyennek látsz most? Nagyon szépnek. Megváltozott valami köztünk? Nem, mi változott volna meg? A szépség tovább él, a szépség. Most így látsz engem. De nagyon szép. Szép a testem? Gyönyörű. Nem sokan mondták még idáig. Nagyon szép vagy, Franci. Nagyon szép. És fog ez inspirálni téged? Ne haragudj, Budibá! Én megpróbáltam, de nekem nem megy. Thank you.
A tüdőrákon rágódsz. Á, ugyan, biztos, hogy nem az van neked. Már fél év után már komolyabb jelei lennének. Meg egyébként is nem dohányzol. Csak a dohányosoknak van. A kizár dolog. Ez csak bebeszélet van. Sokkal inkább, akkor már inkább lehet, hogy TBC-t van. Az se jó. Ne is terjedsz, mert akkor elfordulnak tőle. Egyébként elárulom, csak úgy mellesleg, hogy a családomban volt, aki tűrőbe ad meg, és annyit nem dohányzott. Jó, de ne a kivételek, vannak kivételek, de ez nem általános. Biztos, hogy nem tűrőrák, csak bebeszéled magad. Ne aggódj emiatt, biztos, hogy nem. Jó, hagyjuk. Szóval akkor érjen a TBC? Hát az se jó, de az se biztos. Szerintem ez csak bebeszélem magamnak. Szerintem ne aggódjál. Már komolyabb jelei lennének. Ígyunk? Ígyunk arra, semmi baj. Ígyunk a tüdőrákra. Hát, ugyan már. Marhaság az egész. Éjjel. Ne haragudj, Budi barátom, de szerintem itt semmilyen ár. Semmilyen. Na, ti csak tudjátok. Itt van. Ez szerintem megcsalás volt. De, Samu, én nem így gondoltam, ez, én nem csaltalak meg. És honnan tudjam, hogy korábban mik voltak még? Nem volt semmi. Sose csaltalak meg. Tényleg. Ne csináld ezt. Vagy hogy mi lesz esetleg a jövőben? Semmi. Semmi. Hát, te... Hogyha most nem jutottam volna eszedbe, most akkor, is eszedbe, akkor mi lett volna? És hogyha mégse, akkor kész. De hát én megoldottam, eljöttem onnan. Figyelj, ez nem tartható állapot. Úgyhogy... Szerintem ennek sosem nincs... Sosem csalnálok meg. Ennek így nincs értelme tovább. Most voltam itt utoljára. Vége. Oh.
valamit, de nehogy félreértsd. A tüdőrák nem fertőző? Egyébként hogy állsz a regényeddel? Hát most érdekes módon elkezdtem újból írni. Erőt vettem magamon, csak probléma van a kiadóval, meg más gondjaim is vannak. A nők. Szóval nőügyek is vannak mostanában, és elég zűrös ügyek. Jellegű, szép irodalmi jellegű pogrom fenyeget minket, és ebből a jeles alkalomból mielőtt még a jéges ső szétbombázza az egész kurzerájt, engedjétek meg, hogy sok szeretettel hivatalosan is a nyakatokba varjam az egyik elképesztő versemet, aminek címe Guillotine
Szelzsüsznek hívták a terror orkangyalát! Szelzsüsznek hívták a kaszabolás atyát! Megszakadt a folytonosság fejed és a tested között! Megszakadt a folytonosság törzsed és a búrád között! A nyaktilló nem válogat, a kiotin nem válogat, a nyaktilló nem válogat, a csájotin nem válogat. Szelzsüsznek hívták a terror orkangyalát. Szelzsüsznek hívták Párizsnak hóhérját. Szelzsüsznek hívták a terror orkangyalát. Szelzsüsznek hívták a brutalitás atyát. Megszakadt a folytonosság fejed és a tested között. Megszakadt a folytonosság törzsed és a búrád között. A nyaktilló nem válogat, a kiotin nem válogat, a nyaktilló nem válogat, a csájotin nem válogat. Amen! Tattatadadam, tam tam! Samu, akkor a Rasputin filmet megcsináljuk? Jó, csak ne sürgess. De akkor legyen meg a film majd. Nem, most van egy jelöltem már a Czárnére, inkább valami nővérkét, vagy szent nővérkét, vagy valami hölgyet, inkább valami másik hölgyet számítom. Jó, az is jó. Ő Istenek kínját érte, mint szép hivatás, és úgy szeliden ajánlotta a szenvedést, mit Istenek adnak, és elvesznek, ha magaménak hiszem. És a gyönyört, mely belőlük eredő, tűz bennem a gyönyörű szép szívem. Én már semmit nem akartam magamnak, de nem mondom, nem fáj, ha elveszítem. Annyira szép vagy forrás, mert hiányzol. Élethez köt, ami belőled árad. Bár nem követellek téged magamnak, bőkezű eszencia ez a mámor, mikor az Istenek mindent megadnak. Tehát Radnóti Miklós éjszaka. Alszik a szív, és alszik a szívben az aggodalom. Alszik a pókháló közelében a légy a falon. Csend van a házban, az ébereg érsek a pargál. Alszik a kert a faágban a fa, alszik a kert a faág a fa törzsben a harkája. Kasban a méh rózsában a rózsabogát,
alszik a pergő búza szemekben a nyár. Alszik a holdban a lány hidegében az égen. Fel kell az ősz, és lopni lopakszik az éjben. Taps nem! Taps nem! Köszönöm a meghallgatást! Samu is itt van, de hol van? Ja, Samu. Szia, Gudibá! Remélem tudod, hogy utállok. Dolog tartozik el. Az egyik az, hogy jelen azért normális ember szerintem nem felüli. Igen, ezt elnézést, és ugye ezért elnézést kérek ezért a gondolatért. Nem semmi volt. Bocsánat, srácok, a hadalomat, amit meg nem tudjuk városolni. De azért ők csinálni. Szép, jó esett. Jelen azért nem nagyon szoktuk. Persze, figyelj. A másik az a helyzet, hogy azért a külsőségek alapján, ami alapján első bitre bármilyen szedbe jut. Egy fogyasztott alkohol, ital, igen. És kérdezte, hogy sör, bor, pálinkát. Egyéb opció nincs is. Azt mondtam, hogy inkább sör. Jelentően. És kérdezte utána, hogy mit gondolok én, hogy mi magyarok milyen a három közül mi alkoholos italnak a nemzet. Amit egyébként van egy negyedik verzió, az, hogy mindegyik. Igen. És utána pedig érdekes kanyar volt, hogy pocítok-e sörrel. Függetlenül attól, hogyha azt mondtam volna, hogy pálinkás nemzet vagyunk, akkor is a sörrel pocítás kérdeztem. Egyben gondoltál. Nem, hanem az volt a következő kérdés, utána a viszont rátok gondoltam, hogy felvetette nekem azt a kérdést a hölgy, ami nem sérdőnök meg, de nekem nem okozott problémás a kérdés, és nektek okozott volna, hogy és tudod, hogy mihez kapcsolódik ez a sörrel pocítás? A története?
És akkor is akkor a film elején, hogy meglengeti a zászlót, és aztán majd csak találsz egy csinálat, leveszi a próbát, a falak a tetoválások, minden, és akkor így mutatja, hogy... Ő is kifelé ilyet. Igen, tehát ő is az és utána van egy nagyon érdekes hát. De megvan a gyűzőzben, hogy... Ó, nem bírom. Annyira idegesít. Mi van? Megőrülök ettől a zenétől. Nem bírom. Hogy bírod ezt? Menjünk a máshova. Menjünk máshova? Menjünk innen. Ez kibírhatatlan, hogy megőrülök. Oké. Na ez most jobb hely. Hát nem sokkal, itt is üvölt a zene. De egyszerűen őrülök. Nem lehet már hova elbújni. Képzeld, Budi, múltkor panaszkodtál, hogy a kiadódnál pénzügyi gondok van. Vannak, még mindig vannak. Na most az én kiadomban dolgozok, kiderült, hogy vége. Tönkrement. Teljesen. Mondtad ezt már, tavaly is mondtál ilyen. Igen, eddig még hitegettek, és úgy, ahogy még kínlottunk, de most a héten közölték, hogy vége, nincs tovább. Holnap kell utoljára bennem, és vége. Pedig van egy csomó borítót erre, ezeket is hiába csináltam. Mutattál is egy-két jót. Hát igen, sajnos. Még szerencsé, hogy van egy kis tartalékon, de hát nem de figyelj azokat a könyveket, nem is fogják akkor kiadni? Nem, nincs rá pénz. Kész, vége. Ki se fogják fizetni. Figyelj, akkor ezért vagy ennyire kicsit úgy érzékeny, hogy... Persze, mert azért reménykedtem. De így most, hogy bekövetkezett a vég. De szerencsére mondom, egy kis tartalékom van még, de hát az nem fog sokáig tartani. Nyarat kihúzod, de ígyunk arra, hogy lesz azért valami. Jó? Remélem. Hát én meg a nőügyeimmel bajlódok rendesen, mint tudod. Na hát az meg a másik, hát ugyanez van nekem is. Hát említettem a kolléganőmet, Laurát. Aha, mondtad, Laci. Megint nagyon megszivatott, pedig már elhatároztam, hogy többet nem foglalkozok vele. De képzeld, oda jött hozzám nagy kedvesen, menjünk el egy irodalmi este. Hát, majd rájuttam. Boldogság. Már a munkahelyre ment oda hozzá. Igen. Vártam a munka végét, ott ültem. Egyszer csak fölpattam. Közölte, hogy szia Laci, majd ott találkozom. Elrohan. Hasonló történetet meséltél a múltkor is. Persze, már nem volt kedvem elme. Inkább hazamentem. Sajnos ez az én formám. Hello. Én vagyok. Szia, Budibá. Hát, csak úgy eszembe jutott, arra gondoltam, hogy átmehetnék hozzád.
Nem. És ha te jönnél el én hozzám? Hánykor jó? Ha? Rendben. Csiripelték a verebek, hogy újra kezdted a regényt. Hát, van benne valami igazság, hogy folytatom. És akkor? Mert, hát, szóval folytatom, ez a lényeg. És akkor az illusztrációk is lesznek? Hát, nem te vagy az illusztrátor? Franci? Te vagy az illusztrátor. Úgyhogy, hát remélem is. Ugye, ha a regény meg lesz, akkor illusztrációval együtt működik. Természetesen. Mondjuk, szóval ez, hogy most megerőltettem magam mégis ebbe a dologba, ez optimizmusra adna okot, de a kiadóban már rég zűrök vannak. Tudod, hogy nem fizettek, meg mit tudom én mi. És most nem tudom, hogy más kiadónál én ezt tudom ezt a történetet beindítani, nem tudom. Szóval zűrös, hitegetnek, meg ezt mondja, de én olyan dolgokat hallok tőlük, hogy zárjuk rövidre. A lényeg az, hogy ha rajtam múlik, akkor minden oké lesz. Oké. Beteg ne légy, Franci. Milyen kár, hogy megfáztam. Nem ülünk át a kanapéra. Ha nem lennék ilyen beteg, nem masszírozol meg, Gudibe? Ballerinas,
Ez KBS, PT, cool, ez boob, ez Gauditi, Gauditi, Kristus, ez Gatus, Ex Maria, Virgini, Gauditi, 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 elhúzott a véres gecibe, de jól tette! Ex Maria, egy cseppet se hiányzik! Szerintem kint volt, kulázik a budiba! Megjöttem! Mert mondtam, hogy ide többet nem jövök. Ennyi. Szupersztárok vagyok lenni. Na, gondolatok? Na. Eléggé a létszám, de látom már alaposan ittatok rendesen. Én nem vagyok itt. Én ide nem vagyok hivatalos. Mondjuk volt egy csáv, meg egy másik csáv. És ők Auschwitzba úgy voltak jelen. Nagyon kevés legyen a lég, csak ne kelljen birtokolni. Ez is teher, hogyha birtokod a fél. Megbután. Senki. De egy kicsit inni akar, de tengerpartra menni. Na mi van? Ugye, Gudikám? Mi van? Ági. Az van. Tudom, hogy mindenki azt mondja, hogy én szerelmes vagyok, de rész. Miért? És nem igaz? És ha igen, akkor mi van? Szerinted? Várjunkból, hogy nyolják ki! Olyan! Ez mely ilyen retro számba menő cucc. Mit néztek?
Önnek az okokai is az volt már. Fuck Putin! Emlékszel még, mennyit vitatkoztunk azon, hogy melyikünk repül előbb? És most tessék. Ilyenkor nincsenek kivételek, Laci. Hát ez egy közös repülés volt. Most együtt vigasztalhatjuk magunkat. Be fogunk rúgni, Laci. Figyelj! A múltkorért, szóval ne haragudj, jó? Nem érdekes, mindegy, már nem számít. Hát, többet már úgyse fogunk együtt dolgozni. Hát de azért irodalmi estekre még elmehetünk. Igen, így van, így van. Most úgyis rengeteg szabadidőnk lesz. Így van. Meg a fiúk se kötnek le, a kapcsolataim nem tartanak sokáig mostanában. Nekem meg el sem kezdődnek mostanában. Már jó késő van. Igen, valószínűleg a buszomat már nem érem el. Laci? Hát hallom. Egyszer már felajánlottad, hogy nálad aludhatok. Drága Laura. Mondd, Laci. Ugye nem ez lesz a búcsú? Nem, dehogy. Szia, Máté!
Én itt vagyok az ülőin. Komolyan? Az tök király lenne. 2 perc és ott vagyok, jó? Sietek. Puszi. Hello. Ne arra, hogy bennünk kell. Hello. Szia. Hát képzeld, a goodiebet nem tudom elérni. A vonalasa meg megszűnt. Ja igen, a mobilt ezt meg, hát hiába hívom, nem veszi fel, megy, hát ki van kapcsolva általában. Nem tudom most mi lesz. Pedig kéne beszélnünk. És ugye volt ez a buli, ez is teljesen összezavart. Mert nem tudom kinek mit mondjak, azt se tudom, hogy én mit akarok. Nem tudom. Na jó. Mindegy. Tegyük le ezt, majd beszélünk. Szia, szia! Jézus Mária! Kapura elő! Felső kapu fel! Ezt megúsztad. Itt akartam elcsúsztatni. Igen, megúsztad brazil csapat. Tónikám egyébként
Tudod-e, hogy pontosan ma június 27-én 60 éve játszották a magyar Brazilt? És most azt játsszuk. Már is jön Bauer. Az meg ott. Zakariás. Hűha, Zakariás oftat rúgott. Humberto elhúz egy csellel. Humberto az oldalára. Bauer. Nem a körmös. Jobban fog menni. Itt se győzök akkor. Na, hol a dalnoki? Itt van dalnoki elő. Van még akkor a jobb szélső fenyvesi. Álljál, mi hozzáér, dalsz ki, ne! Albert. Ó, bassza meg! Nem ért hozzá. Írjuk a tacsra. Albert, Albert. Hú, de nehéz helyzetben vagyok. Valahogy el kéne rúgni a labdát. Megpróbálom. Dalnoki. Felnőzzük, Sándor 11-es. Sándor végzi, el! Gól! Ó, bassza meg a rohadt kurva életbe, hát minek csináltam egy ilyen fölösleges 11-es kurva anyját? Hát komolyan mondom, nem igaz, hát megáll, nem bírom tovább, abba hagyom. Mi csinál? Nem csinálom tovább. Ilyen szemegyetlen vereséget, komolyan mondom. Ne haragudj, Tóni, teljesen ki vagyok idegileg. Most rúgtak ki a munkahelyemről. Ráadásul a nőkkel is rengeteg bajom van. Nincs szerencsém. Állandóan csak szivatnak. Aztán meg mindenféle egészségügyi problémák is gyötörnek. Egyszerűen borzasztó. Egyetlen örömöm volt már csak a gombfoci, de az sem megy. Állandóan kikapok. Ez egyszerűen borzalmas. Marci, figyelj, én ezt a Rasputyint egy fekete-fehér néma filmként tudom elképzelni, mint hogy abban a korban a filmtechnika. De Samu az úgy nagyon egységű lesz, és nagyon nehéz fölvenni, és nagyon kell gesztikulálni akkor az összes jelentet, és nem lesz fog megszínálni, meg semmi, az így nagyon macerás. Legfeljebb egy része lehet így fekete-fehér, ez nem lehet az egész úgy, mert az nagyon nehéz ezt megcsinálni. Nehogy félreértsetek, mert úgy tűnhetne, mintha én akarnék játszani, de erről szó sincs. Csak jó lenne azért valami közelebb jutni a szereposztáson, mert egy mellékszerepre is. Én úgy tudom, hogy én vagyok a rendező. Én vagyok a producer, meg a forgatókönyvíró. Én dolgozok szereplőkkel. Még nincsen szituációk, meg a jelentek sincsek. Nekem vannak elképzeléseim legalább, neked mindig most áll össze. Hát alakul a forgatókönyv, nekem is van meg még a főszerepre se tudom, hogy ki lesz, mert a Zsolti nem vállalta a Rasputyint, a többiek is visszamondtak, hogy a most szerepre. Azt majd bíz rá, most én vagyok valami. De még egyelő a szereplőgárdát, nagyjából a keretet össze kéne rakni meg a szituációt, legalább. De ez még semmi nincs meg, addig nem lehet szerintem egyelőre. Egyébként Samu szeretném, ha Gudi is benne lenne az egész dologba, mert ő jobban ért az egészhez, mint mi.
És jobb lenne, ha is kívülről kontrollálna az egészet. Figyelj, szó se lehet, tehát én nem tudok vele együtt dolgozni. Bocsánat, fiúk, de hát ezzel lesz azért egy kis probléma, mert szerintem is a Gudi az abszolút jó lenne, ha benne lenne, sőt, hát, de nem lehet elérni, mert nem tudom, hogy tudtok-e valamit róla, mobilon se lehet elérni, ki van kapcsolva. Azt állítólag felszívom. Nem tudom, azért jó lenne megpróbálni megkérdezni majd. Szerintem is megkérdem, hát én folyamatosan próbálom, de nulla, tehát nem lehet elérni. Az őslakosok nagy részét már egy évszázaddal ezelőtt megtérítették a keresztény misszionáriusok. De ugyanúgy, ahogy a vadászat esetében is, a régi nem eltűnik, hanem egybeolvad az ujjal. Szia, Alfred vagyok. Ti se tudtok semmit a Gudiról, mert már rajtam egy páron keresték. Sajnos mindent tudom, én sem vagyok. Na jó, van mindegy, akkor majd hívlak. Hello, szia. Hová lesz? Nem tudom, Gudi, hová lett? Pasi, te prüfezem számod, ahol lehetem a Gudit. Gudit? Két számom is van, de nem lehet elérni, hiába hívom. Mások is kérdezik, keresik. Nem tudom, mi történt. Eltűnt. Értem. És akkor ti sem tudjátok, hogy mi van a Gudibával? Már egy órája erről beszélünk a Tomival. Nem tudjuk, eltűnt. Eltűnt. Jó napot kívánok! A prózaíró tanfolyam miatt telefonálok. Gudi bácsit keressük. Még mindig nem találták? Hát... Köszönöm szépen! De hogy találjuk most meg a Gudit? Sokat gondolkodtam ezen, és rájöttem, hogy Gudinak van egy lánya, akinek az elérhetősége nekem megvan. Sok el tudnánk élni, Gudit szerintem. Igen. Halló. Igen. Igen, én vagyok a lánya, de már nem tartjuk a kapcsolatot. Igen. Megpróbálom megkeresni. Annyit tettek, hogy gyakorlatilag leírták írásba, amit szóval mindenki tudott. Eltűntek tárgyak az irodában, eltűnt Józsikának a szemüvege, Vélának a naptárja, Tamásikának a mit tudani micsodája. És akkor kijöttek és egyszer leadminisztrálták, meg felírták azt, amit mindenki tudott. És egy Péterrel nem haladt előre azért. Hát
Hát ezt már mi is megtapasztaltuk. Mi is megtapasztaltuk, és az a döbbenetes, hogy a rendőrség ilyenkor a vétlen állampolgárokat hetszeli, meg őket hergeli, hogy vegyük elő a személyigazolványukat, vegyük elő orcukat, mint hogyha én bármiről tehetnék, és ugye olyan emberekben köpnek be akarva, akaratlanul, akikről feltételezik, hogy nem fognak ellenállást tanúsítani, és nem fognak tanúsítani. Mert ugye nekik van egy egzisztenciájuk, hogy féltenek, és éppen ezért nem fognak így visszafogni, nem vesznek elő stukkert, aztán nem lőnek rá. Igen, csak ez a baj, hogy éppen ezért nem tudnak például a bűnözéssel mit kezdeni. Mert hát akkor ezért már... Hello. Haverja? Haver? Eltűnt. Nem tudom, mi lett vele. Mi is a barátaim már keresik. Ekközben a rendőrségről beszélünk elég szép szavakat. Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy Magyarországról még mindig nincs elég rossz véleményem. Még mindig sokkal rosszabb a helyzet, mint ami a véleményem egyébként lesújtó, de olyan, amilyen. Még mindig van hova lesüllyedni a véleményemnek, mert egyszerűen egy ilyen ország. A bürokrácia megvan, a papírokat tologatjuk jobbra-balra, helyírjuk a jegyzőkönyvet valamiről, de az ügy egy métert nem haladt előre. Hol lennék? Mi van ezzel a bazírban? Képzeld, megtaláltuk a lányát, aki 4-5 olyan címet is tud, ahol meg lehet találni. Ez valami. Ne haragudjanak, jelen emberrel még nem is hallottam. Kérdezzék meg anyu. Milyen lófaszt akarnak ma megint? Ha minden köcsögöt rajtam keresnek. Vegyék már észre, hogy hol vannak emberek. Na figyelj, öcsém, hányszor mondja még, hogy fejezz, húzzatok a büdös picsába innen. Ugye egy cigányoknak húzzatok el a francba. Értettük egymást. Uraim, rossz szémet adtak önöknek. Itt semmiféle gudi nem lakik, nem is lakott. Én már 50 éve ebben a házban lakom, de gudi nevezetőről nem tudok. Apropó, egy gudit ismertem, együtt jártunk meccsre. Igaz, hogy már régóta nem látom. De lehet, hogy nem is ő az, akit keresnek. Ez egy cég, itt ez nem lakóház, ez soha nem is volt lakóház, és akit keres, az nem is lakott itt. Hát te hogy lakhatott volna, amikor ez egy cég? 40 év alatt nem találkoztam ilyen névvel. A lányától? A lánya adta meg maguknak ezt a címet? Érdekes. Nagyon sajnálom, de attól tartok, nem tudok maguknak segíteni. 20 éve nem láttam. Csak rövid ideig voltunk együtt, de akkor nem itt laktunk. Szórakoztató fickó volt. De voltak dolgai. Mindenképpen író akart lenni. Más nem is érdekelte, csak az írás, meg az ivászat. Ezért is lett vége. Egyáltalán. Él még. És alatt van, ez egy ilyen eredet 4001-ben antológia lesz, hogy keresztelőnek ajánlok sok művel lesz benne, majdnem egy kötetni. És hát az idő a szerkesztés alatt van, de pontos látom, hogy mikor jelenik meg, azt nem tudom. De már elküldték a
korrektúrát. Nagyjából ezt tudom mondani. Hát jó, nem is. Jut eszembe, te is mi van a Gudival? Nagy, nagy gáz van, egyszerűen teljesen felszívódott, a lányától kaptunk mindenféle címeket, és a Laci kimentett a címekre, de teljesen falszívódott, egyszerűen nem, mintha nem, nem tudom, hogy valamit volt a címek. Nincs meg a csávó? Nincs meg a csávó, teljesen felolvasom, hogy, hogy jelenet az, az hogy, hogy fog zajlani. Sok ember várakozik türelmetlenül a Néva partján, közben folyamatosan érkeznek is. Hát az most nem tudom, hogy mennyire fognak érkezni. És akkor itt várakoztok. És akkor egyszer csak majd, majd megjössz, majd akkor intek, amikor majd, majd jössz, és akkor itt megjelensz, és akkor a tömeg az meg rivalgásban tör ki. Picikével életszerűbb, hogyha mondjuk visszaveszem a kék ruhámat. A mintája az körülbelül adható a folyás mintának. Tehát, hogy a korhű lehetne. Hogy, hogy akkor jövök, éjjezzek a ruhámmal, és aztán majd enyelgés közben leveszem, lehúzom, hát ha már enyeleg nem kell, azt mondja, akkor ne egy szálfüldő ruhába érkezek mellett el éjjenezni. Micsoda? Hogy nem kellnek a dekorációk? Hát... hát nem, hát... itt készülök meg minden... hát, ez nem jó. Szóval, akkor nem én fogom kifesteni a kocsmát?
Amúgy én leszek a cárné. Én pedig a cár. Elnézést a késésért. A Miklósnak, hogy hát, hogy most már nem fog napi 5-6 levelet írni, mert hogy hülyének nézik a postán, hogy egy nap 5-ször megy feladni levelet. Aki hülyének nézi 5-ször, mert csak ez nagyon érdekes volt, hogy akkor még nem új volt szárni, de az volt nekem érdekes, hogy ennyire zavarta, hogy Voltam a Boton bulián, megismertem pár arcot, olyan 10 voltunk kb. Elég uncsi volt. De most úgy gondoltam, hogy valami másba kezdek.
Én vagyok a cárné. Én vagyok a cárné. Sisznáztatom, júj! Sisznáztatom, sisznáztatom! Július 16. Nem fogtok megölni. Я не умру никогда. Érdekes, hogy ez a forgatás hozott minket össze. Ez a Rasputin film nincs, akkor az egész nem is történik meg. Hát igen, az a Marci szerintem nem sejtette, hogy ez lesz az ötletéből. És mennyi van még hátra a filmből? Sokáig tart a forgatás? Mert tulajdonképpen csak a vágások vannak hátra. Még szerencsére a cárnés jeleneteket már, azokat már mind felvettük. Képzeld, az Ági teljesen megőrült. Kopaszra borotválta a fejét, és teljesen ki van. De jó ég. Azért az súlyos. Ha valaki teljesen levágja a haját, az mindig valami nagyon mély belső válságot jelent. Az igazi gond az, hogy senki nem tudja, hova lett Ági. Anyám asszony tanulás. Hát így, én jó, de mindegyiken azt látom. Nem tudom, te mit panaszkodsz, neked ott van a Peti. Két éve együtt vagytok, érted?
mert hát a Petinek meg kell néha. Mindegy, szóval tökre ki vagyok. Mert emlékszel a Lacira, tudod, a munkatársamra. Persze, igen, én is nagyon szeretem, nagyon kedvelem, csak tudod, ő valahogy, hát nem. És akkor a legutolsó találkozásunk is az volt, hogy felhívott a bőgős, én meg rohantam. Ott hagytam, se szó, se beszéd, érted. Jó, de mondjuk a Laci, nem, én kedvelem, de ő is olyan kis bénya. Most nem véletlen, hogy ennyi ideje egyetlen. Figyelj, Nina! Hát végül is lehet, hogy igazad is van ezzel a Lacival kapcsolatosan. Hát, hogy végül is én nem viselkedtem olyan hülyén. Igazából ő viselkedik hülyén, ha már ilyen szituba keveredik. Nem? Miért? Hagyja meg. Nem, ő ilyen, tudod, ő ilyen olyan cuki. Laci? Nem, figyelj, ez figyelj, két típusú férfi van. Vannak ezek a cuki, aki mint a Peti, tudod. Jön, és akkor vár a munkahelyemet, haza. Akarod? Jó, van a másik típus, ugye? Nekem volt a Roli. De én tudom, hogy a Rolival nem lehet együtt élni. Baszki, én már akkor tudtam, hogy nem fog működni hosszú távon, érted? A Peti, hol tudom, hogy kibaszottul ott fog várni mindig a kocsival. És soha nem fog megcsalni. Nekem nem kell az, ami a Rolival volt. De... nem kell. De most is arra akarsz rábeszélni, hogy gyakorlatilag nekem a Lacit kéne választanom? Igen. De hát már esélyem sincs erre. Azért, mert nem dolgozunk már együtt. Jaj, mert nem tudom. Én váltunk el. A telefonszámát nem tudom. Megvan, de hogy néz neki? Hát meséltem, hogy ott hagytam. Másrésztről meg... Laura, bazd meg, hagyja! Nincs lójó assza már is. Ezt tuti, hogy érezni. Nem. Bazd meg, most is. Esküszöm neked, Laura. Otthon ül, és azt várja, hogy felhív. Érted? Minden nap rágodol, minden nap megnéztél a Facebookon, és azt várja, hogy felhív. Ebbe 100%-ig biztos. Minden fasz dögöljön meg. Nina! Ez így? Te vagy hülye, Laura, érted? Azért vonzod be, hogy mindig problémában, mert így gondolkodsz az egész életet, de mi az, hogy mindegyik dögöljön meg? Jó, mikor Roli, vagy meg, ha szembe jönnek, az... Én normálisan csináltam minden. Érted? Nem. Én várom, várom, én még hiszek benne. Kit? Kit vár? Itt a Laci, bazd meg! Nem. Itt van! Ez kurva, neki kéne esélyt adnunk ezzel a bóbor. Kivel? Hát vele! Mondtam! Hagyjad már! Hagyjad már! A Lacit hív fel! Jó. Laura, bazd meg! Hogy fel fogod hívni? Jó, kegyes. Ne írjál ezt! A Lacinak írjál! Laura! Ne csinálj már hülyeséget, mindig hülyeséget. De muszáj! Most nem, semmi értelme nincsen annak, hogy tudod. Bazenja! Laura! Nézze már ide! Gecire nem érdemes a bőgőssel mit kezdeni. Miért nem ő ír nekem? Ezért nem érdemes vele semmit sem. Mert neked a Peti ír, nem? Jó, hát a Peti... Amikor... Hát most nem ír, most mit írjon? Hát ugye, mert tudta, hogy ennyi. A Peti érte, tudja, hogy én ma elmentem, beled iszom, kicsi, nem kell, mert nem érdekel. És nem fog nekem írni.
Érted? Mert biztonságot ad. Én megmondom neki, hogy... Na, kurvára nincs kedvem, ne ez lenni. Na, kurvára lennék a barátnőm. Miért és vagytok egy... Nem, szimért. Miért vagy benne? Én szerettem a Petit. Cuki. A Peti... Petivel minden jó. Jó, szex kevés amúgy. Ezt aláírom, de... Rendben van, ő nem fog megcsalni, érted? Laci is ilyen lenne neked. Nem tudnék szex. Kicsit öreg. Tudom. Lehet, hogy már érted, meg se tud húrni, de legalább más se tud megcsalni, érted? De most nem. Bocsi, beszélek. Ez fasság. Laura, hidd el, ez így van. Kedves amúgy gyerek, ne haragudj, aggodalmamnak adok hangot amiatt, hogy a Marci nem nekem adta a Rasputin szerepet. Mert valahogy a fizimiskámnál fogva én ideálisan lennék a Rasputin cuccra. Hát de figyelj, Hőri, ez... Tudod, hogy a Marcitól származik ez az egész ötlet, meg igazából tehát elég nagy hatást gyakorol, hogy kik legyenek a szereplők. Például az Ágit is alig tudtam elintézni, hogy ő legyen a cárné. Úgyhogy... De ahogy én tudom, te vagy a rendező, vagy csak érzéki csalódásról volna szó? De remélem most ezért nem fogsz balhízni. Épp forgatásra készülünk. Akkor forgassatok! Magatok basszátok meg a kapros baszok kurva anyátokat! Dugjátok fel a kibaszott filmeteket! A fotocellás seggetekbe a rohadt kurváknak! Azt a kapros, kócos, rántott, kegyelmes kis faszát! Hogy ezek mit fognak kapni tőlem? Úgy szétrugom a seddőket ezeknek a szarfaszú idiótáknak, ezeknek a szopadékoknak, hogy még Caligulának is 666 évére fog kenni, mire újra összerakja a kibaszott... Egy kis türelmet megnézem a naptáramban.
nevezzük a Rasputi jelenetet. Figyelem! Figyelem! Csak az jöjjön, aki bírja, aki tudja, hogy végig csinálja. Csak az jöjjön! Nagy Feró idézettet varrok most az utókornyatára. Kinn a hősök terén, rám röhög a hős. Érzem, hogy gyomromban már egyre több a kőz. Látjátok, megszakítottam a folytonosságot. A gitár nyaka és a teste között